Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Szevasztok. Ó! Oh! Láttad ezt? Az valami volt. Mi az ezzel? Láttad ezt a villanást? Igen, igen, igen. Nem tudom pontosan, mi volt ez, de nekem tetszett. Nem is vettem vissza, hogy lement az intro, én észre sem vettem. Mert lehet, hogy nem. Amúgy ugye? Azért mondom. Nem tudom, majd megmondják az emberek. Szerintem nem volt. De lehet. Gőzöm sincs. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt vagyunk. Igen. Jó reggelt. Gyakorlatilag eltelt 1,7 másodperc a streamből, és már láttam XD-t. Azt nem tudom, hogy hogy. Elhatároztam egyébként egy ilyen hadjáratot kellene folytatni. Láttam azt, hogy a magyar híroldalak egy része már elkezdett hadjáratot folytatni az XD, meg tudod, a nagyon nevetős reakció ellen. Igen. Már riportolták a Facebooknál, hogy túl sok van. És hogy ilyen bot, meg troll accountok legyen megodnak. Igen, igen, igen. Ugye azok automatikusan csinálják ezt, persze nem itt Twitchen, hanem magán ugye Facebookon, ahol működnek ezek a reakciók. Ugye a poklot járják meg az emberek emiatt konkrétan, hogy ugye most már halálesetek, groteszk emberrablás, árva ember, mindenre XD, 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 és... meg ez a reakció, ez a nevetős így van, meg az, igen. És emiatt ugye vannak dolgok, amik miatt már így elkezdődött egy ilyen hát nyomozás, vagy nem tudom, minek mondjam ezt. Hát nem tudom, csak észrevették az oldalak, hogy botok csinálják. Igen, igen. A Telex-e láttam, hogy kiírta egyébként ezt, hogy hát most észrevették, hogy botok csinálják. Hát látják, mert ugye látszik, hogy ki reagál, és hát egyértelmű, hogy az accountja, stb. Ilyen tájföldi, meg random accountok lájkolgatják, és röhögnek rajta. Így igaz, igen. Így igaz. Egyébként volt egy külföldi kísérlet, egyébként és több is erre egyébként, hogy az emberek hogyan vezérelhetőek így a online, így ezzel kapcsolatban, és na mindegy, hát elég durva egyébként. Tehát gyakorlatilag két poszt kell ahhoz, hogy az egyiken bármit ugye kiröhögjenek az emberek, akkor is, hogyha nagyon komoly, vagy szörnyű, vagy borzalmas, vagy ilyesmi, két poszt kell, az egyikbe arról kell gyakorlatilag pont most arról kell beszélni az egyikben, hogy mit tudom én, mondjuk egy bizonyos korosztály ugye csak ezt a reakciót csinálja, vagy erről kell beszélni, érted? Hogy az öregeket zavarja. Ja, és a következő poszt az offos, akkor is, hogyha temetésről van szó, akkor is halálra högik magukat rajta. Igen. Ez van. Tudod te is, hogy az internetes reakciók, meg így ezek azért elég durva, hogy is mondjam, ilyen agymosás szinten működnek, eddig is működtek amúgy jól, most is működnek, így lehet befolyásolni azt, hogy az emberek mire, hogy reagálnak a neten. Igen. Tudod, van, aki hangokkal csinálja, applikációk, tudod, animációkkal, ilyesmi, de rányom szemre rá kell. Nincsen probléma. Easy. Mondjuk ez is jobb egyébként az Omega LOL-nál, vagy LUL-nál, mert ugye azt hiszem azzal lett kimaxolva, hogy ugye nagyon, tehát azok, akik használják, azok nem tudják, hogy nem mindenki látja azt az imótot, tudod? Ezért csak kiírva van folyton. Vannak csetek, amik csak abból állnak ki gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogyha nem azt akarják írni, ezzel meg nem is írnak. Csak így. Ugye az is így elég durva. Olyan van, igen. Ez van, igen, igen. De az tény, hogy a Facebook reakcióknál tényleg elég durva. Az nagyon gáz. És tényleg bot egyébként. Sajnos nem minden esetben. Nem minden esetben. Igen, pont mondtam a múltkor Pistek, hogy nekem van ilyen ismerősöm, aki állandóan röhög. Most már jutottam arra szinte, hogy szerintem unfriendelem. Igen, az jó. Mert nem, egyszer nem bírom elviselni, hogy mindenen röhög. Pedig amúgy nagyon jó ismerősöm, de hát sajnos itt derül ki, hogy milyen ember az. Igen, az ember így jön, egy cikk, és akkor valaki rányomja azt a reakciót, és így gondolkozom, hogy oké, persze értem, hogy mondjuk például ironikus neki, vagy ilyesmi, de hogy vajon mi lehet az? Tudod, hogy mit tudom én? Nem bírom. Tudjátok, lehet, hogy túlságosan szegényes visszajelzési forma, tudod, és az idegesíti fel az emberek egy részét benne, hogy nagyon sok mindenre használják. Ja, tudod, mit tudom én, így olvasol egy cikket, hogy az új Toyota Yarisra egy incsen nagyobb felni jön. És tudod, így van rajta 12 ilyen ordítva röhögő szar. És így ülsz, hogy... Neki mi bajuk van? Nem az, hogy mi bajuk van, hanem hogy lehet, hogy volt valami összeesküvés elmélet, tudod, a nagy felnékről, a Toyotákon, amiről lemaradtál. Tudod, igen. Hogy mi a kurva élet, ilyenek? Vagy hogy mit tudom én, 10 forinttal olcsóbb lesz a tej. Vagy csökkentik az áruházak a sajt árát. Ja. És akkor megy el az ordítva röhögős fej, és így jössz, hogy valaki azt mondta tegnap, hogy nem fogják, és most mégis.
Vagy tudod, és akkor így agyalsz. Van amúgy ilyen hogy benne. Nyilván van, de jössz, hogy mi lehet a baja, és nem tudod, hogy nyilván nem tudod, bazzik, és csak így nézed a reakciókat. Vicces amúgy, vicces, ez tény, de hát ez van. Hát na. És én nem gondolom őszintén, nagyon zavaró ez, hogy valaki mindenen röhög, vagy legalábbis, nem tudom, én azt is gondolom, hogy ők értik félre ezt az imótot, de nem amúgy szerintem. Meg lehet, hogy ők értik félre egyébként, nem, vagy az imót használhatod, vagy egyszerűen tudod, öt dologból lehet választani, azt hiszem, és így ezt tartják a legodaillőbbnek, hogy én nem is tudom. Még ilyen szempontból látod, a Discord például tök jó. Mert ott akármilyen imótot rakhatsz be. Igen, csak tudod, a Facebookon gondolom ez így nem feltétlenül jó, mert akkor nem tudnák, mert ugye gondolni kell az öregekre jó, a Facebookon, igen, és nem tudnák, hogy mi mit jelent. De azért nem értem, érted? Ebben a Discordon is vannak gondok. De nem volt jobb, amikor csak like volt, és így ennyi. Hát ugye azért akarták kiváltani ugye a reakciókkal ezt a dolgot, mert például de nem akarták, hogy szomorú dolgokat lájkoljanak, vagy rossz híreket. Értem, de akkor legyen mondjuk egy like, meg egy szomorú valami. És akkor már ugyanott vagyunk. Igen, ez igaz. Nem tudom. Szóval... Igen. Na mindegy, majd alakul ez egyébként. Én nem igazán tudok mondani erre, de ez megy. Borzasztó. Tényleg amúgy. Én se szeretem. De az furcsa amúgy, hogy magyar oldalakra is ilyen botokat ereszt valaki, vagy valakik. Nem igen. Tudom. Furcsa nekem ezt így látni. Igen, a Telexnek volt most talában ezzel kapcsolatban valami megosztása. Valamilyen ilyen, pont egy ilyen komolyabb hírt osztottak meg, és ott volt a sok röhögő. Igen. Ki is screenshotolták, hogy mennyi ilyen fake account van Facebookon. Igen. Hát sajnos ez van. Twitteren is ugyanez megy amúgy. Ugyanez. Ott a botokkal. Igen. Csak ott annyira nem baszott fel magad, mert nincs röhögős fej. Igen, ott máshogy ezek de a reakciók igen. Nincsenek fent. Igen. Na mindegy, ezt a végére tartogatom inkább. Igen, ezt az egészen, ezt tegnap osztottatok meg velem, és ez ilyen témazáró, nem is az, hogy témazáró, az ilyen témazáró. Iskolás megfogalmazás. Rég hallottam már. Röbb dolgozat. Csak szerintem ezzel kiírtanánk így a reggeli dolgokat. Ó. Úgyhogy azzal kezdeném, hogy olvastam, nem emlékszem, hogy a GameStar írta meg, vagy sem, de nem csak a gaminggel kapcsolatban, hanem egyébként is eszembe jutott, mert ez is egy olyan dolog, ami úgy tűnt el tulajdonképpen a világunkból, hogy nem vettük észre, legalábbis magam nevében beszélek, hogy nem vettem észre, hogy eltűnt. Ugye volt egy cikkük, szerintem nekik, ezekről a booth babe-ekről, ami ugye azt jelenti, hogy tudod, igen. Különböző ilyen kiállításokon, showkon, showkészeken, egyéb dolgokon, például az E3-on, vagy ilyen autós showkon, stb. Annyira divat volt az, hogy ugye ilyen jó csajok, jó csajok voltak. Aha, igen. Ugye? És egy ideig elképzelhetetlen volt tulajdonképpen, hogy az ilyen rendezvények ezek nélkül a lányok nélkül történjenek meg, illetve ezeknek az online marketingje is ugye ehhez kapcsolódott, és működött egy ideig, és egyszer csak PC culture, meg wokeism ide vagy oda, szépen eltűntek. És ugye már nincsenek. És nem úgy működnek a hosteszek, mint ahogy ezelőtt működtek régen, de ez nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk nekem így feltűnt. De ez, én azt akartok, hogy hol tűntek el? Mármint, hogy melyik országban tűntek el? Hát ugye az E3-on nincsenek már. Ja, hogy így a külföldön, ezek már itthon Magyarországon vannak. Hát most volt az AMTS, én láttam a képeket. Jézus Isten, mik voltak ott. Azért mondom, hogy tehát ugye én nem érzem ezt. A round táblát vívő lányok a küzdősportoknál, azt hiszem ők maradtak bent, a többi sportból is kivonult mindez a dolog. A nagy európai autós kiállításokon, autós reklámokban, egyébként termékreklámokban nem jó csajjal reklámoznak, ugye itt a tekintve az üdítőken, az üdítőket, egyéb dolgokat. A Forma 1-en is, azt tudom, hogy a Forma 1-en, igen. Ez igazából onnan jutott eszembe, megmondom őszintén, hogy így láttam a GameStar-os tucat, hogy ugye E3-on és gaming rendezvényeken nincsenek már booth babe-ek, meg mondanom, hogy egy nagyon-nagyon régi autós műsort néztem 2001-ből, ahol ezt tárgyalták, hogy eltűntek ezek a lányok ezelőtt 10-20-22 évvel amúgy ezekből a rendezvényekből, és hogy miért az oka, és hogy miért tűntek el. Lehetséges akkor, hogy egy rossz gondolatmeneten indultam el, és valójában nem tűntek el, én csak, nekem csak úgy feltűnt gondolatom, hogy ez egy ilyen érdekesség lehet.
Az amúgy, mindenképpen, hogyha külföldi rendezvényekről eltűntek, ja. Itthon még vannak ilyenek? Hát én nem tudom, szerintem lehet velük találkozni. Mondjuk én nem sok rendezvényre megyek, ez tény. Fogalmam nincs, hogy úgy amúgy általában használnak-e ilyet. A dartsban is vannak még kísérő lányok, ez is igaz. Na mindjárt jövök egy pillanat. Mindjárt jön, Jani. Igen. Hát ez most egy nagy headshot. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Én nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről. Én alapvetően nem tartom túlságosan jónak ezt a fajta értékesítést. De nem Pisti off, Jani off. Én itt vagyok még. Én megmondom őszintén, hogy abban az időben, amikor ezek a dolgok nagyon mentek, én akkor se tartottam feltétlenül jó dolognak, de ez van. Ez van. Elengedjük akkor ezt a témát. Ő ott ugye a gaming rendezvényeket hozták fel abban a témakörben, ott én is indokolatlannak találtam egyébként ezt a dolgot, meg egyébként is ilyen, nem tudom, a régi naptárakon vagy egyéb helyeken szerepeltek ugye ezek a dolgok. Nem tudom, hogy mennyire volt alapvetően hatásos ilyen szerszám, meg autóértékesítéshez, meg ilyenekhez ez a fajta marketing, de valakinek biztos bejött. Hát érdekes, meg ugye a gamer rendezvényeken ugye a cosplayerek mentek nagyot, bár az mondjuk egy teljesen más kategória, azok nem hostessek, ez tény. Igen. De ugye azok voltak még ott. Aha. De amúgy fura. Fura, hogy én megmondom, hogy nekem fel se tűnt ez. Azért csodálkoztam, hogy olvasod, hogy megszűntek ezek a dolgok, de lehet teljesen igaz. Meg vannak olyan részek, ahol nincsenek. Igen. Ja. Lehet, hogy cringe volt nektek, lehet, hogy nem volt cringe nektek ez a dolog. Mondom, igazából nem tudom, hogy ki hogyan kezelte helyén. Van, aki biztosan élvezte, valakinek biztosan hiányzik. Nekem sose volt ez egy ilyen külön dolog, amire én mondjuk így igényt tartottam, vagy ezt így akartam látni. Uh-huh. Már visszajött, Jani. Ez nagyon fontos. Visszatértem, igen, igen. Lehet, hogy vannak olyan szerszámboltok, ahol még használják ezeket a dolgokat. Na, hogy ilyen naptárakon, vagy ilyesmire gondolsz? Fogalmam sincs. Ja, már én már csak fuldoklok. Fogalmam sincs, és hogy ez ilyen szempontból, hogy van? Én azt hiszem, hogy a külföldön fegyverpromókba láttam még hasonlókat, ahol még mindig használják ezt a dolgot, uh-huh. De ugye ez egy egészen más közönségnek szól, és mint tegnap, a tegnapi Happy Hour-ban megtudtuk, az nem érinti Magyarországot, szóval azt azért nem is akartam behozni ezt a dolgot, mert itthon annyira nagyon nem csinálják ezt az emberek, a vadászoknál meg teljesen más van. Uh-huh. Jani, miért nézi annyira az okos óráját? Most igen. Akartam mondani, hogy ki írt neked, de nem mondtam. Ja, jó, jó. Mert disztingválnom kell. El akartam mondani Viktornak, hogy valaki rád írt. Ja. De visszafogtam magam egyébként. Pedig részletezhettem volna, hogy ki írt kell neked. Nem, mostában rengeteg csomagot kapunk, és állandóan kapom az SMS-t. Ja, én úgy gondoltam, hogy Viktornak valamelyik rokona. Nem, ez nem ő volt most. Ez most nem ő volt. Én úgy gondoltam egyébként, hogy alapvetően nem. Mindegy. Francba. Látjátok, most már az a baj, én is túlságosan sokszor megfogom saját magam, pedig nem kellene. Pedig nem kellene. A tegnapi Burger Coast is videó is olyan volt, hogy ott is inkább megfogtam. Megfogtad? Igen, és úgy olyan helyre raktuk a sorrendben, ahová nem én tettem, hanem ahova így a közre gondoltam. Pedig oda kellett volna rakni, ahol te érezted. Megmódosítjuk a sorrendet. Nem lehet megmódosítani. Nem, mert teljesen nem lehet elfogultnak lenni ilyen dolgokba. Hát nem az a lényeg ennek a kóstolásnak, hogy... Feltétlenül nem. Ez egy guide akar lenni.
Ja, hogy egy guide, ilyen szempontból egy guide. Ja, igen, és az, az tehát egy olyan jellegű guide, ami azt akarja megmondani, hogy nagyjából hova, tehát mihez képest tudod el kell tenni a pénzedet. Tudod, egy csak egyfajta dolog, vagy egy csak egy ízű dolog, az nem kerülhet a legnagyobb része, mert biztos, hogy lesz olyan ember, aki azt az egyet nem szeret. Igen. Úgyhogy ez baromi gáz, de egyébként kibaszott jó cucc. Azóta kaptam visszajelzést közöltek, mert erre jön visszajelzés, ez nagyon durva. Jön. Ezekre a burgeres cuccokra. Hogyne, mindig. Hogy kóstoltátok, és hogy finom. Igen, azt én is láttam. Hál' Istennek továbbra is ugye egy olyan témakörről van szó, amihez nem kell ugye az elnök engedélyét kérni, vagy versenyautót vásárolni, vagy kosármecsrejét szerezni, hanem így, mert mész, azt veszel egyet. Ja. Igen. Megbánja az ember később? Nézd, én is szoktam bánni egyébként ezeket a dolgokat. Tegnap is volt lelkiismeret furdalásom, mert bár nem mindig szoktam megenni ezeket a szendvicseket, az ember próbál valamennyire figyelni magára. Ez tulajdonképpen a videó elkészülése utáni harmadik percben már így nem tartozott a stúdióba ez a burger, mert annyira gecére finom volt. Sajnos a sajt miatt én nem egy ilyen diéta-friendly, fitness kajának érzem. 1200 kalória. Hát a sajt, a rengeteg sok sajt, ja. De maradjunk annyiban, hogy egy kicsi húslevest tettem még tegnap, és ugye ennyi volt a tegnapi étkezésem, úgyhogy nem vittem túlzásba, de egész jó. Tehát igazából ez is egy olyan dolog, hogy régen nagyon örültek volna ennek, hogy letudják, ugye, a kalóriabevitel nagy részét egyből, hát, és nem kell állandóan ezzel foglalkozni. De ez van. 1200 kalóriát mennyit kell edzeni? Hát alapvetően 1200 kalóriát semmit nem kell edzeni, igen. Mert hogyha most elkezdesz 1200-on enni egy nap, akkor igencsak fogyni fogsz. Ja. Annyi, hogy ugye, ha mondjuk egy ilyen napi normádon, ha mondjuk férfi vagy, túlmész, akkor azért edzeni kell. Annyi, hogyha egy ilyen szendót így benyomsz, így magába, akkor utána már a vacsi az egy ilyen lájtosabb valami kell legyen, és akkor meg is van oldva a dolog, és akkor... Hát meg azért a szendvics mellé felszívsz egy fél liter kólát, meg egy XXL burgonyakosarat, az ott vége van mindennek. Most csak a szendvicsről beszéltünk. De az egy napi adag. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy mondjuk, mit tudom én, tehát szerintem nem úgy működik az emberi test, hogy megeszel valamit, és akkor azt le kell dolgozni, tehát így nullán kell tartani, mert akkor meghalsz. Hát valamennyi kell, amúgy igen. És bármennyire is fura, az agy is éget kalóriát. Nem is keveset. Nem is keveset, igen. Hát nem tudom, hogy mindenki ugyanannyit, ez nagyon fontos. Ez attól függ. Amúgy ez tényleg attól függ. De jó. Igen, szóval nem az van, hogy le kell enni, vagy le kell futni, amit megeszel, hanem hogy van azért a létezéshez és a súlytartáshoz szükséges kalória, és az a fölötti részt kell dolgozni. Pontosan. Szóval, ha mondjuk 12 ilyet akarsz megenni, akkor sokat kell mozogni. Az biztos. De azt mondjuk megnézném, hogy ki tudna annyit megenni. Én nem tudnék annyit megenni, de mondjuk azt kipróbálnám, hogy mondjuk az egyikből áttennék egy karikát a másikból. Ja, értem, mire gondolsz. Igen. Mégis úgy látom a csatát, hogy le akarják ezt futni. De hogyha nagyon sokan, hogyha nullán akarjátok tartani magatokat, akkor légy színe. Aha. Légy színe. Tehát semmiképp se érdemes szerintem lefutni, hogyha csak annyit esztek egész nap mondjuk egy ilyen szendvicset. Az nem lenne jó. Igen. Szóval én úgy gondolom, hogy nem cél ez a dolog, legyúrt magadból ezt a dolgot. De tény, hogy egyébként szerintem az egyik legnagyobb kalóriás szendvics ez. Igen, a Chili Cheese Bacon King az a top még mindig, igen. Ugye az 1350 vagy 60, igen. Aha. Hát a rengeteg bacon miatt. Ja, hogy tehát ugye abban elevegetsz is sok sajt igen, van, igen. És abban 8 szelet bacon van, igen. Az azért úgy de akkor ez a második szerintem. Igen. Így a sorban. Hogyha a Chili Cheese Bacon King variációt nem veszed bele, hogy tudod, mert van a csirkés, meg mit tudom én, bár lehet, hogy ez lightosabb. Mindegy, akkor igen, ez a szendvics fajtából ez a második, igen. Még mindig le akarják edzeni az emberek ezt a dolgot. De edzék, bánja faszom. Mondjuk, hogyha az a feladat, hogy minden, amit megeszel, azt le akarod edzeni, akkor nem csodálom, hogy nincs kedvük az embereknek edzeni. Azt, ezt elhiszem. Gondolom, hogy ilyen szendvics után 1200-t leküldeni. Mennyi ez? Nem tudom. Vagy kell futni vagy 20 kilométert. Hát, vagy még többet, igen. A fene se tudja. De mondom, még mindig csak... De mondjuk nem csak futni lehet. Fura egyébként, nem ez a gondolkodásmód, hogy megeszel egy szendvicset, és egyből arra gondolsz, hogy vajon mennyi idő lesz leedzeni. De miért kell leedzeni, amit megeszel? Erre nem kaptam még választ. A balanszot kell megtalálni.
Azt mondják. Én ezt én is igazán értem. Na mindegy. 15 kilométer egy 1000-es kb. De akkor... szerintem annyira, ez emberfüggő, nem? Amit érted, hogy kinek milyen a pulzusa. Jó, én azt értem, de miért akarják leedzeni, amit megesznek? De ennünk kell, meghalunk. Hát ez az, igen. Nem kell mindent leedzeni. Nem lenne jó. Vaja, azt mondja, hogy... Meg amúgy, ha jól belegondolsz, Pisti, amúgy le se tudod edzeni. Valaki le tudja. Hát de nem, de basszus, felégeti a szervezeted, egy nagy részét eleve. És mi van, és mi, hát, hogy hogy ne égetni? De nem értik a kérdés. Én nem értem, mi van. Mindegy, pedig próbálom így, próbálok szuggesztív lenni, és nem. Tehát valaki elhiszi azt, hogy te egy alapjáraton vagy, felkelsz reggel, és megeszel 1200 kalóriát, és azt le is edzed. És így lehet létezni. Igen, igen, igen. Jó van. Tudjátok, mit kell leedzeni? A fagyit. A fagyit kell leedzeni, az nagyon fontos. Persze, azt is. És mi van, hogyha mondjuk eszel egy ilyen hamburgert, meg egy fagyit, vagy két fagyit, és amikor edzel, véletlenül nem a fagyit edzed, hanem a hamburgert. Az már gond. Igen, mert azt hallottam egyébként, hogy úgy van, hogy ezek a nagyon durva futógépek olyanok, hogy ki tud választani, hogy mit edzel le. Így van, így van. A kalóriát megmondod, hogy mennyi. Igen. Nem úgy értem, hanem hogy teljesen mindegy, hogy az összkalória mennyi, hanem ki tud választani, hogy te csak a fagyit csak akarod a fagyit. Lefutni belőle, hogy a burger nagy lehet. És a fagyi program az olyan, hogy az rendesen emelkedő van, és úgy kell futni. Igen. Nem csak simán. Igen. Nem tudja elengedni. Igen, láttam, hogy Eldér az előbb írtad, hogy azért, mert ez már a negyedik. Ide figyelj, akinek ez a negyedik szendvics, az nem gondolkodik olyanokon, hogy ezt az egyet hogy az gyúrja már, le hídbe. Az más világ a négy ilyen szendvics után. Igen. Fura egyébként, hogy mit tudom én, nem tudom, hogy mennyi lehet. Az a baj, hogy már most ebbe a témába így belementünk, bazdmeg. Ez kár volt. Nagyon nagy kár volt. Kár volt, de igen. Elméletileg így az alapmatek szerint, például nekem, olyan nagyjából 2200 kalória az, amivel én súlytartó vagyok. Aha. Szóval, ami az alatt van, az valószínűleg lehet, hogy nagyon lassú, de fogyást eredményez. Igen, igen, igen. Amit ugye csak kicsivel van alatta. És hogy így mit tudom, hogy megeszel egy 1200-as szendvicset, az azért nem a világ vége. Azért edzük le, mert bűnözés. Na most, hogyha neked ez az ebéded, az kicsit, nem bűnözés. De nem. Hát most, hogyha ha ezt ebédeled, én értem a felfogást, hogy most ez egy gyors kaja, de ez akkor is, tehát most de minden nem kell dolgozni. Nincs oda. Most vagy én gondolom rosszul? Röhögjem el magam a végén? Hát amúgy. De hát miért? Szerintetek nem ennyi a... De nem, de te, amit mondod, Pist, ez teljesen így van amúgy. Nem tudom. Nem, neked van igazad, azt mondja Brian. De jó, de Brian mindig ezt mondja. A magyarok 60%-a elhízott. Hogy jött ide most ez? Basszus? Mondom, ez óriási ez a téma, bassz meg. Az ember ugyanúgy megbalandul a törvényben. Hamarosan visszatérünk a tegnapi témára, a boldogsághoz. Aki testépítő vagy ilyesmi, annak bűnözés szerintem. Hát szerintem nekik pont nem. Hát ez attól függ, hogy milyen szakaszban vannak éppen. Ebben nehéz belemenni, mert nem értünk hozzá. Igen. De szerintem egy átlag ember számára, akinek ez az ebédje, nem feltétlenül kell most rosszul éreznie magát, és elkezdi gyorsan futni, vagy valami hasonló. Na mindegy, arra akartam kiegyezni, hogy beszéljük ezt meg, hogy mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy ez így nem tiszta. Hát de nem, én úgy látom, hogy amúgy nagyon sok emberek nem tiszta. Igen, hogy igazából ez a része. Igen. Nyilván rövid távon, mert túlzásba vinni nem jó semmit, de rövid távon megehetsz bármit az alapkalóriádon belül, nem fogsz elhízni tőle. De durva egyébként, hogy ennyire nincs ez így meg. Vagy megvan, csak titokba tartják az emberek. Igen, na most természetesen az étel minősége az más. Persze, az de más. Ezt mi is tudjuk, meg tudjuk, hogy vannak hosszabban felszívódó ételek, ez is menő dolog, de most nem erről van szó. Tényleg, itt most csak a kalóriáról beszéltünk. Igen. Nekem van egy barátom, egy nagyon kedves barátom, aki nem testépítéssel foglalkozik, de edz, és hát ő így nagy súlyokkal dolgozik. Uh-huh. Apukája, ő ilyen nem erőemelő, hanem súlyemelő volt, stb. Ő is igazából így ezt csinálja. Tudjátok, ő nem ilyen szálkás, de nagy. Uh-huh. Na hát ő nem tudom, olyan 4500-on lehet egy nap. Hát jó, persze, igen. Igen. Hát meg aki tömegnövel. Jó, az megint más, igen, de eszik, persze, nem mondom, ő így nagy súlyjal edz. Aha. Ő nagyjából annyit eszik, neki nem nagyon vannak ilyen problémája, hogy elhízik. Hát gondolom. Egyébként. Gondolom. Pedig ez nem olyan, tehát annyira nagyon nem intenzív, mint ahogy ezt te gondolod. Ja, jó, de hát na, valakinek ennyi kell.
Igen. De az kemény lehet amúgy. 4500 kalóriát benyomni. Annyiban. Annyiban. Jó, hát persze nem lehetetlen. Sőt. Igen. Hagyjam abba? De valami nagyon nevet. Ilyenkor mindig az jut eszem, hogy ez a most hagyd abba és nagyon nevet valamin, vagy ez ilyen passzív-agresszív most hagyd abba. Szerintem passzív-agresszív. De tényleg arra gondolsz, mert szerintem nagyon nevet, szóval, hogy így... Lehet, hogy valamiről, nem tudom, ez amit, amikor tudod valakit így megcsikizzel, és akkor hagyd abba, és így röhög. Aha, passzat. Na mindegy. Jól van. Szóval érdekes ez a dolog, hogy, szerintem nagyon nagy gondban vannak ezek, ezek az online edző emberek, meg akik így TikTokon, meg YouTube-on, meg egyéb helyen próbálnak információt átadni, hogyha ilyen az edukáció ezzel kapcsolatban. Ez tény. Igen, igen. De az biztos, hogy sokaknak rosszul él ez a fejében. Igen, 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 igen. És most nem az ételnek a minőségéről beszélünk, ezt még egyszer elmondom. Igen. Igen. De ja. Lényegtelen, a lényeg az, hogy köszi a visszajelzést ezzel kapcsolatban. Ezt is megtudtuk. Ezt is megtudtuk, hogy azt le kell edzeni, hogyha megeszi az ember. Mert bűnözés. Igen, tehát gyakorlatilag nem szabad bevinni kalóriát, és akkor az optimális. Ha vizet iszol, bár abból se szabad túl sokat, az se jó. Uh-huh. Felhígul a véred, az vége van. Csak borból. Na, az más. Az más. A vörösbor, így van, az egészséges. Igen. Meg abban ugye nincs kalória a borban. Nulla. Nulla kalória van. Ez mint az alkohol, ugyanaz. Viszkibe sincs. Nincsen abban sem. Forint főleg, hát azt mondják, hogy attól függ, zéro kólával kell inni, akkor nincs. Akkor nincs. Az kivonja belőle egyébként. Kivonja belőle a kalóriákat. Igen, ki. Igen, igen. És igen. Akkor erre is születik 2x, és akkor már nem is baj az, hogy a kalóriabevételi értékekkel azért vannak gondok. Egyébként tök durva, rá van írva egyébként egy csomó mindenre, ez amikről beszélünk. Amúgy még soha nem néztem. Ott meg. Van a címkén. Hogy tudod az alkoholokon, hogy mennyi kalória. Hát a sörön például rá van írva. Igen, az nem kevés, azt tudom. Mm. Egy dobos sör, nem? Hát most mi az a nem kevés? Az nem, hogy ahhoz képest. Tehát, hogy te az a fajta igen? TikTok fitnesszer vagy fitness TikToker, ez nagyon fontos. Fitness. Aki elmondja, hogy az, hogy megeszel egy almát, az kurván nem mindig, hogy mekkora almát, akkor ott komoly gond van. Tehát ők nem söröznek. Uh-huh. De amúgy egyébként annyira nem veszélyes. Na, annyira nem? Annyira nem veszélyes. Hát attól függ, hogy mennyi kiszol. Tehát egy doboz nem gáz. Belefér általában, beépíthető a napodba. Valaki azt hitt, hogy egy sör 6 szelet kenyér. Így van. Biztos úgy van. Én úgy fogalmaznék, mivel hogy ennyire nem lehetünk egzaktak, hogy minimum. Minimum 6 szelet kenyér egy sör. Tehát ez, hogy pont 6. Akkor ezért vagyok annyira teletőle. Erre így nem gondoltam. Minimum 6 szelet kenyér, igen. Fénykoromban én 60 szelet kenyeret ettem. Igen, mert legyobb egy este alatt, azt képzeld el. Igen. Azt képzeld el. Igen. Egy sör 500 kalória. Igen, tehát általában, amikor elmegy az ember sörözni, és megiszik 6-7 sört, akkor ilyen 3-3500-at tol rá az egész napi kajálásra, igaz? Meghalok, ez kurva jó. Hú, bazd meg. 6 szelet kenyér, fehér kenyér, azt is azt írta. Annyit. 6 szelet fehér. 500 kalória, egy sör. Azt a rohadt. Bazd meg. Igen. Képzeld el, elmész a haverokkal sörözni, és akkor ilyen 3500 kalória plusszal mész haza. És tudod, normálisan ettél. De még úgy ennél valami. És így 5500 vagy hazamész, hogy nem maradt egy kis sós kifli. Valami legyen már. Kis szalámis kenyered még. Az ilyen emberek nem isznak sört, ugye? Remélem, mert különben ott nagyon nagy gond. Szerintem, de azt képzeld el, hogy gondolj, mennyit az kell dolgozni, hogy ledolgozzon. Ezt akartam mondani, hogy hajnalig fut. Az biztos. Nem is alszik amúgy, ha valaki megiszik egy sört. Igen. Igen. Aha. Hát na, ez van. Fél liter sör 200 kalória. Nagyjából ott körül van. Aha. Nagyjából olyan hát 200. Hát sörfüggő, mert attól függ, hogy milyen fajta, de ezekből a láger sörökből amúgy, ami ilyen 4 feles meg 5, az körülbelül olyan annyi. Aha. Igen. Igen. Lehet az van benne, igen, hogy aki sörözik, és attól hízik, az bebeszéli ezt magának. Vagy ez megiszik annyi sört, hogy tényleg kell. Lehet. Tehát, hogy 6 szelet legyen. Igen. Igen. Pisti, egyébként te mondtad régebben, hogy a kalória miatt iszol bort sör helyett. Igen, én mondtam. Igen. Ezzel mit akarsz mondani? Leleplezett a média. Most. Igen? Most nem értem. Így van, én mondtam.
Hát meg kevesebb kalóriát. A száraz bor, hát most nem tudom, az megoszlik, hogy ki hogy gondolkodik róla, vagy az ilyen száraz rozé, vagy száraz fehér borba, sokkal kevesebb kalória van, mint a sörbe, főleg, hogyha fröccsnek iszod. Igen. Ez nagyon fontos egyébként, hogy nem fél liter bort kell meginni hozzá, hanem fröccsnek kell inni. Így van. Vizezzed a bort. Vizezzed a bort. Hát úgy kell, igen. Ja, igen. Csak úgy. Igen. Nagyon nehéz ez a téma, úgy látom. Igen. Úgyhogy fröccselem úgy, hogyha mit tudom, ilyen fogyókúrában vagytok, akkor azzal amúgy lehet, lejjebb lehet csapni valamennyire. Igen. Attól függ, hogy mennyit isztok. Hogyha olyan edzésben vagytok, mint én, voltam akkor, amikor beszéltem erről, azóta is egyébként exponenciálisan nő az öregedési folyamat nálam, akkor megéri. Aha. Jó, hát persze. Tehát összerakódik, tudod? Persze. Az a sok kenyér. Nagyon sok kenyér az, igen. Engem. De vajon egy borrá mennyi kenyér lehet? Ki se számolom. Nem tudom, úgy beszélgetünk, mint hogy tudod, ez is ilyen vélemény dolog lenne. Hát egyébként ilyenkor az történik. Győri, mi követelő, hogy váltsunk témát így. Pedig én még akartam. Én akartam, mert hogyha bizonyos termékek drágaságát a lángosban mérjük, akkor az alkoholok mennyiségét lehetne kenyérszeletben mérni most már ezek után. Igen. Szeretem ezt az egész dolgot, hogy azt mondja, nem tudom elolvasni, azt mondja, no offense, de maradjatok a technikus srácok. Hát, figyelj, offense. Futek. Ezt a témát egyébként eléggé kifügtem így az elmúlt két évben. Nem az edzés részét, hanem a kajálás részét. Most érted, az ember hadd mondja már el, hogyha butaságokat beszélnek az emberek a chatben, mert hogyha szerinted a fröccsben több kalória van, mint a sörbe, az a te bajod, de most engem azért nem kell lekussoltatni, mert hogy szerinted a bor több kalória, mint a sör. Vagy hogy mondjuk 1200 kalórián élni eléggé fogyós téma. Tehát ugye ilyen súlyos állításaim vannak, és ezek nem állnak helyt, akkor mondja csak, de ez van. Nem, de hát amúgy jogos teljesen, tényleg. De mondom, hogy ugye ilyen dolgoknál is. Tehát az baj, ez a fajta témakör, ez így kitolja ezt. Nem, megmondom őszintén, hogy a neten azért van egy pár kibaszott idióta, aki azért nyomja a fasságot ezzel kapcsalatban, de Istennek azonnal meg is mondják. Nehéz, ez az edzős, evős téma, ez mindig egy megosztó dolog. Mindig, általában mindig megosztó téma lesz, csak tudod azért olyan, tehát önbizalom szinten azért durva az, amikor tudod, az ember így legalább annyit mond, hogy amit tud, meg amire tudta, hogy hogyan tud figyelni, annyit megpróbál megosztani más emberekkel, azokat most azért, mert mit tudom én, szákásabb vagy nem tudom mi, vagy azért nem kell lekussoltatni a másik embert, hogy szerinted te jobban tudod, és akkor inkább a másik ember nem mondjon semmit róla. És inkább mert elhiszem, hogy hiteltelen mondjuk tőlem ilyesmit hallani, de hát ez van. Igen. A techről sem tudunk beszélgetni, mert meg buborékokban vagyunk. Ezt már rég megtudtuk. Hát gyakorlatilag nem maradt téma. Maradt téma, azt mondja egyébként a bulvár, hogy amikor nem maradt témád, igen, akkor már bármiről beszélhetsz. Onnantól kezdve így, feloldja. Igen. Tehát akkor már átmentél a negatív irányba. Igen. Ezért beszélünk mi a testépítésről. Tessék enni azokat a hamburgereket! Én úgy gondolom, hogy az internet egyre jobban hajlik abba az irányba, hogy tényleg az van, hogy mindenki beleszól mindenbe. Uh-huh. Nyilván mi is. De valami olyan szinten ilyen, tényleg ilyen echo chamber vagy buborékba tudsz kerülni az interneten, hogy idő után mindent elhiszel. Uh-huh. Saját magadról is. Egyébként. És az oda ide vezet. Igen, igen. Hogy az emberek ennyire elszállnak. Nem tudom miért. Néha nehéz megértenem. Annyira egyértelmű dolgok vannak az interneten, oda vannak írva a dolgok, elég elővenni valamit. A csomagoláson rajta van minden. Úgyhogy ezeket az ember nem kitalálja. Igen, igen. Igen, amúgy megmondom, hogy szinte azt is szeretem, amikor már így konkrét számok vannak, meg konkrét adatok, és így valaki ezen vitatkozik.
Uh-huh. Én nem tudom, hogy, hogy miért. Ez egy olyan jelenség, ami már nagyon-nagyon régóta megvan. Egyébként, tehát én úgy érzem, hogy most elérkeztünk. Na. Én mondom, a legvégére akartam hagyni ezt a témakört, ha már az összes témakörömet kicsináltatok a picsába. Lett volna helyette más? De nem volt. Hogy színvonalba idáig eljutottunk, hogy a közönség felszólalt. Ezt tegnap küldtétek el nekem, hogy ez nagyon fontos. Na. Egyébként. Nem tudom, hallottatok-e már a Lead Gaming magazinról, és ők, fogalmam sincs egyébként, hogy milyen indítatásból, de készítettek egy felmérést az oldalukon arról, hogy a közönség, nem tudom, hogy ez most egy unblock a közönség, vagy maga ez? A Twitch, vagy nem tudom, aha, mire vonatkozik, de hogy milyen tartalomban látnának szívesebben a mi csatornánkon. Lehet, hogy nekünk is kéne egy ilyen szavazás, hogy a Lead-től milyen tartalmat várnak az emberek. Amúgy csináltunk végül is. Hát, nem biztos, hogy ez jól jön neki, de nem ez a lényeg. Hát nem tudom, gyanakszom arra, hogy nem biztos, hogy azt várják tőlük semmit. Ki tudja, lehet tech videókat akarnak tőlük látni. Egyébként simán elképzelhető, és itt van az eredmény egyébként, amit érdemes szerintem megnézni. Én a fitness videót nem látom itt, egyébként. Pedig basszus, az is ott lehet. De ott lehetett volna egyébként. Szerintem mindenképpen. Jó lett volna. Na mindegy. A lényeg, hogy ez az eredmény született. Nem is szavaztak kevesen, aha, egyébként. Maradjunk ennyiben. Mert valami miatt a Lead-et így, hogy mondjam, olvassák azok, akik minket is néznek. Igen. Egyébként igen, nem igen, véletlenül igen szoktunk megjelenni ilyen random a Lead-nél. Ja. Mint ilyen Joker kártya, vagy nem tudom, minek nevezzem. És itt van egy ilyen korkép gyakorlatilag arról, hogy nézzünk ki most. Aha. Tehát az a lényeg, hogy tehát amit mond ez a lista így egyből nekünk, hogy az emberek azt akarják látni, amit ezelőtt 10 évvel csináltunk. Nekem nem ezt mondja ez a lista, Pisti. Tudod, mit mond nekem? Nekem azt mondja ez a lista, hogy a szavazók átlag életkor olyan 18 volt maximum. Miért? Nem tudom, szerintem a fiatalabbak követik ezt a Lead magazint, és gondolom, ők szavaztak. Aha, igen, igen. Szerintem, hogyha a közönségüket kérdezik meg, akkor tök más eredmény jön neki. Igen? Én úgy érzem, igen. Én nem. Nem? Nem. Én valahogy úgy érzem, hogy pedig másabb eredmény lenne. Vagy most legalábbis a százalék eloszlás más lenne. Menjünk végig. Több gameplay stream. Most nyilván azért nem akarnak az igen emberek több gameplay stream, de van elég. Hát jó, hát igen. Igen. A podcaston ugye nem lepődtünk meg, a tech videón sem lepődtünk nem meg. Ez a vágott videó dolog, ez nem akar elmúlni, az emberek nem akarják tudni, mi történt. Nem is vágott videó, vágott gameplay. Ezt mondom, hogy igen, nem akarják igen tudni a gameplayben, hogy mi történik, vagy hogy mi miért történik, csak azt akarják meg látni, hogy megtörtént. Ennyi? Fasza. Több végigjátszás nem akarnak látni, azt értem, mert van elég. Igen. A short videók azok továbbra is... Short videó, de ez vajon mire gondolt? Szerintem itt a YouTube shortra gondoltam. Ja, hogy kifejezetten így a igen, TikTok. Igen, kifejezetten arra, azon nem lepődtem meg. A reakcióvidi, tehát hogy ezt ugye tudjuk, látjuk, jó, hát hogy az... most már a, ugye YouTube-ban is nem véletlenül vannak ilyen reakcióvideóink, de látjuk azt, hogy live-ban is ez a népszerűbb egyébként. Uh-huh. Tehát a Twitch-en a legnézettebb streamek azok, amikor valaki valamit néz és elmondja, hogy pontosan miről van szó, hogy ez nem meglepő. Ez egy új trend. Több LEGO stream, LEGO az nem. Fortnite sem már annyira, azt nálunk nem, az amúgy meg sem. Nem. Több Jani vs. Pisti na, videó. Jó, hát ezzel nem lepődött dráma, meg. Igen, nyilván ez mindig ment. És több horror játék, az egy szinten van a podcastekkel. Igen, igen. Zsír. De az na meg azért nem szólsz, mert mostában van. Igen. Igen. Szóval mondom, én nem tartom annyira valótlannak ezt a dolgot. Erre van igény. Érdekes volt, ez egy bizonyos kört érintett, ez a szavazás. Nem tudom pontosan hány szavazásba jött ez össze, vagy hány szavazatba jött ez össze, uh-huh, de mondom, hogy én szerintem az eloszlás más lenne, hogyha tényleg az egész közönséget megkérdeznénk így ugyanezekkel a pontokkal. Igen. Én úgy érzem. Igen. Lehet, hogy az eredménye hasonló lenne, de más lenne az eloszlás, százalékos eloszlás. Legyen podcastünk? Jó. Nem is rossz. Elgondolkodunk majd rajta egyébként, Vikike, hogyha már ilyen személyedzőnöm lehetek. Igen. Meg amúgy az az igazság ezekkel a szavazásokkal, meg az a gond, hogy túl sok választási lehetőség van. Igen, mert akkor így igen, így szétdarabolódik. Igen. Ez van. 2200 szavazat nem volt releváns egy ekkora csatornánál? Hát nem tudom, mi egyébként az ekkora csatornából azért ritkán tudunk több embert kihozni, aki hajlandó megnyomni egy gombot. Attól függ, hogy hol. Ez mindig attól függ.
De ja. Igen. 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 Érdekes egyébként látni, mondom, ez egy, szerintem egy, a nézőközönségnek egy kis szegmensét érintett ez a szavazás. Jó. Zsozi, elkaszálta a podcastot? Ne basszatok már komolyan. Igen, én is hallottam valami esőt meg, hogy most már teljesen beszállt a Facebook. Mármint, tudod, így most már egyáltalán nem működik úgy, hogy abból nem lehet megélni. Ja, persze, ezt tudtuk hallottam. Egyébként, hogy ez fog történni, de az YouTube-on ment az a podcast, nem? Az igen. Az igen. Igen. És akkor ezt elkaszálta. Faszomba. Még lesz egy. Na mindegy, sajnálom. Ha van valami ilyen beszélgetős műsor, amit szerettek nézni, én nem genyózom. Mindig azt hiszik az emberek, hogy genyózok. Én furra állista ember vagyok, higgyétek el. És nektek is azért mondom a dolgokat előre, hogy ne lepődjetek meg mindenen, amit megírnak. Ha vannak kedvenc beszélgetős műsoraitok, akkor így csak ilyen lélekmadzagokkal kapaszkodjatok beléjük. Mert valószínűleg a legtöbben meg fogják szakítani ezeket a rendszeres ilyen reggeli megbeszélgetős műsorokat, mert nem is nagyon van rájuk érdeklődés, meg mondom, abban a formában, ahogy próbálják csinálni az emberek live-ban a dolgot, egyszerűen nem működik. Tehát mindenki interakcióra vágyik, meg arra, hogy beszélgetés szülessen, érted? És amint létrejön a műsor, mindenki hátradől és úgy nézi, mint a tévéműsort. Aha. És az a baj, ez az egyik olyan mechanika, a másik meg az, hogy ilyen nagyon változóban van, te is látod jelenleg ja, a persze, Twitch, persze. Meg minden, és az emberek a vezetett tartalmat szeretik nézni, amire igazából reagálni tudnak. Tehát ezért működnek annyira a reakció videók. Tehát az, amikor egy Twitch streamer leül, és mondjuk megnéz egy főzőműsort, egy valóságshow epizódot, egy ilyen párválasztó cuccot, vagy ilyesmi, ül, és ugye reagál rá folyamatosan, azt nézik az emberek, az egy vezetett content, tehát nézed, ahogy nézik. Tehát úgymond van egy guide-od, aki végigvezet a tartalmon, és arra reagálnak, ott van interakció, mert ott ugye XD, meg kurva anyját, és ennyi az egész, amit reagálnod kell. Nem kell tovább görgesd, vagy nem kell hozzátegyél, vagy hasonlók. És ezért működnek egyébként így ezek a dolgok. A Facebook mindig is egy kalapszar platform volt. Na, látod, erről beszélek. Tehát, hogy így nagyon nehéz beépíteni a beszélgetésbe ezt a dolgot, de egy reakciócsatornán úgymond a hullám, amit elindítasz, az alúsznak a nézők. Igen, és így megy tovább. És ezek azok a dolgok, amik működnek Twitch-en, és ezért van az, hogy hogy olyan, amilyen. Igen. Hát ja, amúgy azt írták, hogy a podcast Facebookon ment, és a Vodot töltötték YouTube-ra. Ó, hogy a live az ott ment. Szóval akkor azért mondom, gondolom, hogy ezért. Ezért és akkor, igen. Hát na jó, meg gondolom, akkor itt így következmény, hogyha anyagi megfontolás volt az elkaszállás mögött, akkor a YouTube-on olyan sokan nézték, gondolom, hogy nem lehetett megélni belőle. Gondolom. Tehát nem. Igen. Igen. Nem tudom, hogy mi lesz így Zsozékkal, azt tudom, hogy... Ó, nem lesz ott gáz. Hát, de igen, csak tudod, ezt mondta is nekünk, hogy mekkora para neki egy másik platformot megint persze. Keresni. Ó, hát figyelj, para, meg kényelmetlenség, okos, ügyes gyerek, ő megoldja. Isten, igazából eddig is mindig vette az akadályokat Zsozé, szóval nem igen, félek. Igen, biztos vagyok benne, hogy megrázza magát, és akkor újra rendezi a dolgokat. Ja. És ennyi. Igen. Úgyhogy valószínűleg ez az oka, de most nézzétek, pont tegnap volt ilyen beszélgetésem a podcastekről, mert majd most jövő héten elméletileg lesz majd podcast epizód. És az a nagy igazság, hogy én megértem az átlagembereket. Tudom, hogy sokszor beszéltünk erről már. Az átlagember alatt azt értem, akinek az érdeklődési köre nem specifikus, hanem ilyen, kicsit ilyen szertágazó, általánosabb. És az a lényeg, hogy a podcast műsorral kapcsolatban, ugye nekünk igazából ez nagyon nagy, szeret az ember így bífelgetni az interneten, meg ilyenek, és ez tök jó, de én most így kijelentem csak, hogy megint kötözködjenek velem. Nekünk a podcastnek soha nem az volt a lényege, hogy a mi csatornánk népszerűbb legyen. Ennek az az egyszerű oka van, hogy az interneten létezünk mi, így alapvetően bármilyen híres embert vagy celebet hívunk meg, mi nem tudjuk úgy csinálni azt a dolgot, hogy attól mi legyünk népszerűbbek. Ezt így értitek? Ebben nem az van benne, hogy nálunk nincsenek nagyobb csatornák, vagy nálunk nincsen népszerűbb dolog a világon, mert nyilván van, hanem az a közönség, akire mi kíváncsiak vagyunk, az nem bővül attól, ha bárkit meghívunk ide. Lehet, hogy más közönségből benéznek, de az ugye hát
nem, arra így nincsen szükség. Értitek, miről beszélünk? Tehát most mit tudom én, televíziós közönségre nem akarunk szert tenni itt az interneten. És ugyan soha nem ez volt a lényege, tehát inkább ugye a visszaadásnak volt lényege podcast szinten. Ilyen szempontból én azt láttam, hogy az emberek továbbra is azokat az embereket nézik meg podcastbe, akiket ismernek. Ja, hát ez egyértelmű. Új embereket nem tudunk podcastben mutatni itthon, legalábbis még mindig nem szakadt át ez a gát. Nem ismerem, nem érdekel. Ismerem, megnézem, stb. Ez működik. És az a baj, hogy idő után ugye ez így eltorzul abba az irányba, hogy amit az átlag ember ismer, azoknak a tehát még egyszer mondom, az átlagember ismer, akinél áttörték az ismertséget, a legnagyobb számban az ugye leszűkül egy bizonyos fajta vendégre, akit nem biztos, hogy szívesen hívogat meg az ember. Hát igen, ez így. Ez van, és ugye baromi érdekes podcasteket lehet csinálni azokból, akiket nem ismernek az emberek, csak azokra nem kíváncsiak. Ezt sajnáljuk a legjobban Pistivel amúgy. Igen. 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 De hát ez van. Nem sajnos ezekkel a trendekkel, szokásokkal is mit kezdeni, most csak arra felmondtam, hogyha látjátok azt, hogy ezek a beszélgetős műsorok ugye jöttek föl, és aztán ugye mennek lejjebb, vagy van, ami eltűnik, az emiatt van. Főleg amúgy, igen. Az főleg emiatt van. Meg amúgy benne van az is, én állítom nektek, hogy kicsit kicsi is ez az ország ahhoz, hogy annyi témát lefedj. Nem? Meg hogy annyi érdekes ember találj. Az a vicces egyébként ebből a szempontból, hogy furcsa módon, persze tudom, hogy ez egy ilyen mém is, mert ugye minden mém, de nagyon sok érdekes magyar ember van. Ez, végtelen ez sok. Sokszor külföldön is érdekes magyar ember van. Tehát akkor megnézed, hogy az érdekes külföldi podcastekben is viszonylag gyakran vannak magyar emberek egyébként, mert nagyon sok érdekes magyar ember van, csak a magyarokat nem érdeklik. Igen. Tény. Hát ez olyan, mint hogy a kínaiaknak se izgalmas a kínai kaja. Nekik csak kaja. Pedig amúgy szerintem, na mindegy, lennének érdekes arcok. Én úgy gondolom, hogy, és tudom, hogy ez nagyon nagy szó, még mindig a bulvár érdekli a legjobban az embereket. És hogyha választani lehet, akkor bulvár. Uh-huh. Akkor bulvár, és valóságsócelep kell, meg pornószínésznő, meg televíziós szereplő, meg rapper, meg mit tudom én, ezek kellenek a podcastekbe. Szerintem ez nem feltétlenül így lenézően mondom, hanem egyszerűen ez van. Uh-huh. És érthető okokból, de ez van. Igen. És így működik. Mondom még egyszer, tényleg próbálok nem így lekezelően beszélni erről a dologról, hanem egyszerűen ez a szituáció, ez érdekli a többséget. Ilyenek vagyunk amúgy. Igen. Ilyenek az emberek. Látjuk mi is egyébként, hogy néznek ki, úgyhogy szerintem mi maradunk így műfajon belül. Igen, ezért mondtuk nektek a múltkor is, hogy igen, hogy az működni fog, belül. Hogy más streamerekkel, más youtuberekkel el vagyunk, jókat beszélgetünk, stb., de az az igazság, hogy akárhányszor rugaszkodtunk műfajon kívülre, legyen az bármekkora, vagy bármilyen eredményeket elért ember, meg lett az eredmény. Igen. Az a baj, igen, hogyha az ember így végignézi a Time Out Podcast katalógust, és megnézi, hogy kit hány ember érdekelt, akkor azért ott szürreális dolgok vannak. Vannak érdekességek, igen. Igen. Hogy minket amúgy nem hívnak podcastekbe? Nem igazán. Volt, amiben hívtak. Volt már. Igen. De az ilyen nagyon idegen lett volna nekünk. Mm. Az ilyen nagyon tévés volt. Vagy tévés formátumú, meg ilyen tévés emberekkel, arra annyira nagyon nem voltam kíváncsi. Igen. Amúgy volt egy pár megkeresés, de tényleg azok ilyen, vagy nagyon pici podcastek voltak, vagy tényleg ilyen tévésszerű. Azt meg nem akartuk bevállalni. Igen. De amúgy alapvetően nem nagyon szoktak hívni. Van egy ilyen dolog, hogy minden... Vannak olyan emberek, akik úgy csinálják a podcasteket, ahogy mi is, hogy figyelmet akarsz adni annak, akit meghívsz. Uh-huh. Mondom még egyszer, én elmondtam, hogy miért. Nálunk csak ilyen podcastek vannak, mivel
nehezen tudnánk olyan embert hívni, amivel a podcastet úgymond népszerűbbé tudnánk tenni. Én legalábbis így gondolom. Ha azt a közönséget nézzük, amire mi célzunk. A lényeg a lényeg. Vannak olyan podcastek, akik úgy hívnak meg vendégeket, hogy saját magukat akarják úgymond népszerűsíteni, és azt akarják, hogy egyre nagyobb legyen a podcast. És kontraproduktív módon ilyenkor nem hívnak meg nagyobb csatornákat magukhoz, mert attól félnek, hogy meglátják ott, és elmennek velük. Uh-huh. Ami a legnagyobb butaság a Földön egyébként, mert azt képzelni, hogy a nálad nagyobb csatornát eddig nem ismerték a nézőid, az elég fura szerintem, de ez az egyik oka, hogy vannak, akik így működnek, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, de nyilván más oka is van egyébként. Úgy nagyjából ez a gaming szín, ez annyira nem lett nagy ebből a podcast szempontból. Nem, ez tény, amúgy. Nem sok ilyen van. Igen. Nem nagyon hívnak meg minket, mert nem megyünk sehova. Meg se próbálnak minket meghívni. Az simán lehet, az is. Lehet, hogy benne az is simán lehet. Egyébként ilyesmi. Egyébként, igen. Ez tény, hogy nem sok helyre megyünk el, vagy nagyon meg kell indokolniuk, hogy miért menjünk oda. Igen. Azt írja Atom Kukac, hogy szerinte én rosszul látom a dolgot, és hogy a VR nézők egyáltalán nem ilyenek. És rosszul látjuk az érdeklődést. Nézd, mi azt látjuk, hogy egy podcastet hányan néznek meg. Igen, és igazából nekünk ez a visszajelzés a közönség részéről. Ez tök nehéz, és tudom, hogy most... És ez elég egyértelmű. Menjél oda, azt nézd meg. Ez nem egy olyan, hogy... Tehát ez megint egy exakt dolog, amit nem lehet jól vagy rosszul és látni. És mondhatnánk ilyen sablós, hogy nem az a fontos, hogy hányan nézik, de amúgy alapvetően nem az a fontos. A nap végén ez a visszajelzésünk van. Tehát... Igen. Nekünk ez a visszajelzés, igen. Ez alapján tudunk tájékozódni, és ezt nem lehet rosszul látni, vagy jól. Tehát, hogy azt látod, hogy egy szám nagyobb vagy kisebb, igen, mint a többi. És itt nem öttel több. Ez félreérthető, és Isten igazából, tehát itt nagyon fontos, hogy értelemszerűen minket nem az érdekel, hogy most mennyi bevételünk lesz a nézettségből egy adott podcastnél, rohadtul nem ez hanem, érdekel. Hanem, hogy megírja rászállni az időt. Mennyi embert érdekel, igen. Nekünk ez a visszajelzésünk, és ennyi. Igen. Igen, ez a visszajelzésünk van. És mondom még egyszer, itt nem arról van szó, hogy 10 000 néznek meg egy podcastet, vagy 11 000. Uh-huh. Hanem arra, hogy az egyiket 5-ször annyian nézik meg, mint a másikat, vagy 10-szer annyian. Igen. Mint a másikat. Tehát ekkora különbségekről van szó, nem ilyen alapvető dolgokról. Igen. Úgyhogy, ja, ez így érdekes, ez van. Sajnos tudom, hogy van, akit nálunk ismertetek meg, és azóta is nézitek, de az mind témán belüli. Tehát úgymond szakmán belüli. Akinek köze van vagy a YouTube-hoz, vagy a Twitch-hez, vagy a social-hoz. Pont azon gondolkozom, hogy Isten igazából még a Kulja Andris is témán belüli. Mert ő is tartalomgyártóként dolgozik. Igen, de azt más miatt nézték meg sokan. Jó, persze, csak hogy azért mondom, hogy még ő is. A legtöbb ember azért nézte meg, mert jelet kapott. Az igaz. Hogy van. Igen. Így elindult a podcast, és így ült otthon, és így és így odafordult. Igen. Az Ariának is elég nagy nézettsége volt, ott milyen kapcsolat van? Ő egy youtuber volt. Igen. Pontosan. Nem is volt is, igazából még mindig az nagyon ritkán, de még mindig csinál. Igen, de ő youtuberként indult ezen a platformon, mi is onnan ismerjük őt, az emberek nagy része is onnan ismeri őt, tehát az az igazság, hogy a gaming community-t nem nagyon izgatná, hogy hol reszelt meg kit, hogyha ő nem youtuberként kezd. Pontosan így. Úgyhogy, ja, ő volt és hát még mindig ő Paul Street igazából. Paul Street. Egy csomóan a rajongóikat úgy így ismerik. Igen. Igen. Onnan volt a kapcsolat, hogy mi nagyon régülről ismerjük őt. Hívjunk meg Csaj Gémereket? Ja, hogy... Jönnek. Megvan a lista egyébként, tényleg. Tényleg, igen. Amúgy, igen. Ez mondjuk nem olyan műsor lesz, amire úgy lehet mozogni. Inkább beszédes lesz, de majd meglátjuk, hogy sikerül terelni a beszélgetést. Hát a csukott szemben már is nem, találsz azért... benne valami izgalmasat. Pistit, minden a kameraszögektől függ. Igen, de lesznek. Igen, ez nekem célom egyébként. Janival beszélgettünk erről, hogy szeretnénk több lánnyal beszélgetni a Twitch-ra, mert eléggé, hogy is mondjam, nevezzük toxikusnak a megközelítése sok embernek. Igen. Ehhez a dologhoz, és nagyon sokat segít a Reddit a tájékozódásban.
Igen, ezt próbáljuk a Reddit teóriákat. Főleg a Hunfluencers csoport egyébként. Tehát az izmos jobbkarú emberekből és rengeteg megint, sok van. Megint említetted őket, és most megint ott leszünk. Hát, és ki nem szarja le. Az is egy bolzasztó nagy közönség egyébként. De ez van. És ott a legutóbbi időszakban szétnéztem, hogy mikor tájékozottunk arról, hogy kikkel, meg hogyan lehetne beszélgetni erről, és ott sok srác van, akinek nem hagyják a lányok. Én is ezt tapasztalom amúgy. Egyébként. Így a kommentek alapján, hogy ott vannak gondok. Nem gond ez. Hát, lehet, hogy ez egy saját neki döntés. Neki az. Nem hiszem, hogy saját döntés. De na, igen. Igen. Igen, úgyhogy ez így veszélyes, de meglátjuk egyébként. Én nem Reddit lurk vagyok, bárcsak Reddit lurk lennék, sajnos túl sok ilyen linket kapok. Ami ugye érint minket is, és ja, ez van. Nagyon fontos, hogy ők ilyen tiszta erkölcsű emberek. Akik Twitch gamerként megvannak, fel vannak háborodva azon, igen, hogy mik folynak itt ezen a platformon. Gondolj bele! Így van. Ki vannak akadva a szímseregem? Komolyan? Igen. Jó lesz, beszélgetni fogunk egyébként. Külföldi streamerányokat szívesen hívnánk, de tudjátok, már a gaming közegben is rettentő nagy probléma az, hogy nagyon sokan nem tudnak angolul, és sajnos emiatt nem nagyon nézik azokat a játékokat, amikben beszélnek. És mivel egy podcast nagy része beszéd, így szerintem elég unalmas lenne a legtöbb embernek. Viszont tudunk betenni a podcastbe fényképet róluk. Akár, de amúgy szinkronizálni kellene. Az lenne az igazi. Erre nagy szükség lenne egyébként. De tudod, de az a szinkron, amiben halkan hallatszik az angol még. Nem, itt Magyarországon ez nem így működik. Itt Magyarországon majd akkor megnézik esetleg az emberek, hogyha a műsort feltetik Encore-ra, és valaki készít hozzá feliratot. Valaki készít hozzá feliratot. Igen, kikönyörgik, és akkor talán megnézem. És a végén beírod, hogy hát amúgy elég szar volt. Így ennyit lehet, ezt érdemled, bazd meg. Nem kell hozzá Encore. Igen. Na mindegy, úgyhogy azért nem nagyon van értelme külföldieket hívni feltétlenül, mert ebből azért nagyon nagy probléma lenne. Lenne gond. Tudjuk, hogy ezen nagyon sokan tudtak angolul, de... Mondom, én a gameplayekből nem erre következtettem, de tudnak. Tehát van, aki tud. Van egy értelem, aki tud. De azért úgy megvan, hogy mondjuk mit tudom én, hogyha átlagosan mondjuk egy perc alatt több mindent mondanak egy játékban, az már elég uncsi. Hát úgy, hogy nem érted, azért gondolom el vele. Úgy rossz lehet, amúgy. Igen. Igen. Úgyhogy ezek ilyen veszedelmes dolgok, srácok. Megmondom őszintén, hogy én is úgy érzem ezekkel a beszélgetős műsorokkal kapcsolatban, hogy kicsit ilyen egy helyben kavargatja az ember a szart. Uh-huh. De... Hát próbálkozni kell amúgy. Hát próbálkozni kell mindig, igen, de nagyon nehéz. Mert mondom, sokan, tehát úgy van, hogy nagyon sok ilyen oldalon olvassuk, ugye mi főleg az elmúlt években, hogy elég sok mindenen változtattunk, meg műsort tüntettünk el, meg platformot szüntettünk, meg ilyenek, mindig azt mondják, hogy persze a pénz, még mindig azt számít. Most Zsozének a podcastjével kapcsolatban is ugye ez megy, hogy mindig a pénz, és csak a pénz számít, semmi más. Nem erről van szó. Nem értik az emberek, amikor beszélünk erről, mert érintjük ezt a témát is. Itt arról van szó, hogy mondjuk a napodból 3 óra hosszát, vagy 4-et, olyan témára fordítasz-e, ami érdekel 50 000 embert, vagy 80 000 embert, vagy olyan témára fordítasz, ami érdekel 300 000 embert. Igen. Tehát, hogy fel kell tenned a kérdést, hogy bazd meg. Ez. És ez nem egyenesen arányos azzal, hogy miből van sok pénz, miből nincsen sok pénz, hanem egész egyszerűen sok olyan kontent van, amit nem arra használsz, hogy pénzt keres, hanem hogy fenntartod az érdeklődést, a relevanciádat a platformon, népszerűsítsd magad, tök mindegy. Tehát nagyon sok mindenre lehet jó egy műsor. És ez a mérőszámod, ez alapján tudsz tájékozódni, hogy most mikor, mivel töltöd az idődet. Igen. És ez nem mindig olyan, ami olyan egyszerű, hogy most mit tudom én, van egy szűk kör, akit érdekel valaki, és arra ugyanannyi időt szánsz, mint arra, amiből megvagy. Értitek? Tehát ezek ilyen dolgok, mint olyan. Tehát lehetne optimalizálni. Így is higgyétek el, hogy a csatorna nem nézettség optimalizált. Higgyétek hát el. Nem, ha az nem. lenne, akkor
Hát akkor nagyon más lenne. Hát nem nagyon lenne livestream amúgy. Nagyon jó guide-ok vannak ehhez, mert általában a külföldi formulák kurva jól működnek itthon egyébként, egy nagyon pici csúszással. Ha valaki tudja például itt a közönségből, hogy mondjuk kicsoda XQC? Igen. XQC. Ő megvan? Nem kell mindenki tudja, csak hogy van, aki tudja, ki az az XQC? Félix. Itt a Twitch-en. Igen. Biztos, hogy tudják, hát nem is kell... Belefutottak. Igen, jó, oké, rendben. Na, például ő, tehát amit ő csinál, hogy ez a, van azért game, de általában a népszerűbbek, meg amivel mindenki játszik, meg közösségi játékok, meg reakciók. Látjátok, milyen gigantikus nézőszámot produkál? Na, erre rá lehet állni ilyen egész nap a streamre, nem kell tech videó, nem kell shortcut, nem kell podcast, nem kell... konkrétan végigjátszások, nem kell üldözni, tudod, a gaminget, nem kell megpróbálni félig szakmainak lenni gamingbe, vagy hogy egy ilyen iránytűként működj a választáshoz, tech cuccokban vagy játékokban, nem kell ez a semmi, hanem az egész napot ráállítod erre a dologra egyébként, ami lényegében sokrétű, de minden csak úgy felületesen érint. Igen. Ha arra rá tudsz állni, az itthon is, mint az atombomba úgy működne. Hát látok kis streamereket, akik magukhoz képest olyan szinten teljesítenek, amikor ezt csinálják, igen. Mert nem minden nap csinálják ezt, hogy elképesztő. Igen. Itthon igen. is ez működne. Tehát nézettség optimalizálni egy csatornát amúgy kurva könnyű, csak akkor nagyon ott kell lenni a toppon folyamatosan, hogy hogyne. Mikor kell kanyart váltani. Egyébként. Igen. Nem, bekanyarodni, vagy kanyarodni. Igen, nem kanyart váltani, olyan nincs. Az egy másik hozzáállás, amikor lehet. Úgy állsz hozzá a dologhoz, hogy nyilván csinálsz azért nézettségorientált dolgokat is, és megpróbálod érdekesen tartani, meg változatosan. Meg annak az a kulcsa egyébként, hogy a közösség szerkeszti a műsort. Igen. És ők ez nagyon tetszik az embereknek, stb. És ez imádják az emberek az ilyet, ez itthon is működik egyébként, látjuk. Mint a gép. És de azt látjátok, hogy ugye nálunk például mi próbáljunk egyfajta változatosságot tartani, meg megpróbálni érdekesen tartani a streameket, hogy ne legyen nagyon egyhangú, ne legyen nagyon egyfajta, stb. És így ez nyilván megkövetel tőlünk olyan dolgokat, hogy csináljunk olyat is, ami nem annyira népszerű, vagy legalábbis folyamatosan próbálkozzunk velük. És akkor ott ugye az eredménye megvan, az emberek van, amit szeretnek, van, amit nem szeretnek, de azt nem szeretik, amikor arról beszélek, hogy hogy mennyire izgalmas. Vagy hogy hány szelet kenyeres sör. Igen. A menetrendet nézve elfogytak a gémek? Nincs több, vége van. Hát én hétfőn és tegnap is megnéztük volna gyakorlatilag azt a két gémet, amiről lemaradtunk januárban, mert most volt időre, csak ugye tegnap jött nekem egy gemasz. Ma megnéztük volna a Csiát, ami ugye új játék, és most jelent meg. Csütörtöktől meg más dolgok gonosz lesz. Dolgok vannak, amit már mindenki úgy vár, mint a kurva élet, és igen. A tökéletesre értékelt gémről van szó, ami azért ritkán van. Nem tudom, én nem érzem úgy, hogy most teljesen kifogyott volna a gaming, de persze mindent meg lehet tudni. Nem, hát van még itt game. még van egy pár. Elfogytak. Azt is figyelembe kéne benne nézzenek, hogy mit szeretne a tartalomgyártó csinálni. Szerintem, őszintén, ez egy nagyon szép dolog, hogy ezt mondod, tartsom, de szerintem nem. Szerintem a közönség le kéne fossa ezt a dolgot egyébként, de tényleg. Lehetséges, hogy egy olyan kontentet, tehát hogy így forgatod át, hogy egy olyan kontentet, amit szeret csinálni az adott ember, azt szeretik nézni az emberek. De rájöttünk, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Úristen, hát néha az, amikor olyan dolgot streamelünk, te is, meg én is, amit tényleg szeretünk, hát az ilyen legrosszabban teljesít. Most képzeljétek el, hogy egész nap chéznék. Most az mi lenne, ha úristen, már égesnek lehúzhattuk volna a rolót. Igen, én meg most csinálnám a 70-valahogyadik XCOM 2 ranomat. De most úgy, hogy nem használunk amúgy, health packet. Amúgy mekkora lenne már? Mindenki leszarná, hogy mit szeretnénk, de értem, hogy jót akartál ezzel a hozzászólással, de hidd el, hogy nem. Nem lenne jó. Szerintem, amúgy. Ami nagyon fontos, mint tartalomgyártó, hogy legyen koncepciód, mert az látszik meg. Tehát ha azt látják az emberek, hogy valamit akarsz csinálni, én minden AAA game-et akarok játszani, hogy az emberek el tudják dönteni, melyiket vegyék meg. Szeretnék érdekes műsort csinálni, ami nem tudom, hétről hétre érdekli az embereket. Ha van koncepciód, tehát egy irány, ami felé mész, az meglátszik. És hosszú-hosszú távon annak van eredménye. Ha nincs koncepciód, XQC például, akkor pedig
borzasztó relevánsnak kell lenni minden időpillanatban. Uh-huh. És rövid távon az egy atombomba, ahhoz képest is, amit hosszú távon tud a koncepciót csinálni. Csak nagyon nehéz azt fenntartani. Egyébként. Nehéz. Tényleg nagyon nehéz. Nagyon nehéz azt fenntartani. Nagyon nehéz, igen. Micsoda? Igen. Lesz szemben mehet a C2, persze. A végigjátszásodnak hány százaléka volt olyan, amit nem élveztél egyáltalán? Nulla. Nem, hát nincs ilyen. Nulla. De tudod miért? Azért, mert amit egyáltalán nem élvezek, azt nem játszom végig. Nekem azért itt a horror játékok között azért van egy pár, amit annyira nem élvezek. Jó, igen, igen, igen. De az más. Ez nem igaz. Azért, mert unom. Ez igaz. Nem azért, mert unom, hanem mert borzasztó, nyomasztó. De az teljesen más. Igen, igen. Amit egyáltalán nem élvezek, azt nem szoktam végigjátszani alapvetően. Én legalábbis. Azt mindig félbehagyom. Félbehagyjuk. Igen, igen. Így van. Igen. Azért van olyan pár, amit félbehagytunk, és nem véletlenül. Persze. A Wukongot nem magam miatt hagytam félbe. Azt főleg miattatok hagytam félbe. Az egy borzasztó 20-30 órás idő ráfordítás olyanra. Igen, amire nem kíváncsiak nagyon az emberek sajnos. Hát aminél kétszer többen kíváncsiak egy 9 ember által fejlesztett határőr szimulátorra, ami gyakorlatilag olyan állapotban van, mint játék, hogy adjuk. Igen. Emiatt nem sok értelme volt a Wukongnak. Szerintem. Igen. Jó game. Hát jó, biztos jó amúgy. Igen. Jó, azt tudom, hogy életem végig hallgatom, amit félbehagyok. Nem Wukong, Wolong. Wolong, nem az, Wukong. Igen, az, igen, arra igen, gondoltam. Ez a kettőt amúgy annyira lehetett kavarni. De amúgy igen, én amikor először láttam a Wolong trailerét, azt hittem, hogy ez a Wukong, de mondom, hát ez nem úgy néz ki. Nem, igen. Ez nem úgy az a játék. Igen. Wolong. Igen. Igen. Hogy magamnak se folytattam? Még nem, de fogom. Biztos, hogy végigjátszom, mert kíváncsi vagyok a boss fightokra. Na. Király. Igen. Én még egy technikai dolgot akartam mondani itt a HH végén, illetve kettő dolgot akartam mondani. Az egyik az, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek a tegnapi Shortcut videót. Igen. Mert az szerintem nagyon vicces a sikeredet most, és nagyon ráálltunk most erre a témára, úgyhogy most ott a táskámban, Pisti, van 5 cucc, ami még igen, de már tovább is elkezdtük ugye csinálni ezeket a csájra dolgokat. Elkezdtem még durvábban gyűjteni ezeket a kínai cuccokat. Nagyon sok ötletem van, meg Dani is rengeteget gyűjtött, úgyhogy nagyon vicces lesz, lesznek még ilyen videók. A másik dolog, amit akartam mondani, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen bejelentés, vagy egy ilyen felhívás, az pedig az, hogy rengeteg e-mailt kapunk mostanában a business e-mail címünkre, és annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy... Hát végül is igen, hogy léci, tényleg, az e-mail cím az arra való, hogy üzleti megkereséseket várunk. Jó, ezzel kapcsolatban az a király... És rengeteg olyan e-mailt kapunk, ami nem az, és ezekre nem fogunk válaszolni, csak azt akartam igen, mondani. Igen, de várjatok egy kicsit, mert nagyon durva, mert kaptam olyan e-mailt, én, nekem volt igen. Címezve, valami hölgy írta, hogy a kurva számat már nem így mondta, mert hogy mit képzelek én magamról, hogy beszólok, hogy a mindenféle e-mailt a bizniszre küldenek. Miért nincs egy e-mail cím, ahova lehet írni akkor? Ez ott van amúgy, az is. Minden YouTube csatornát, mióta van YouTube, az ottani about fül alatt lévő e-mailen lehet elérni, amelyik mindig az infós cím. Így van, így amit van. Amit mindenki tud, hogy oda lehet írni bármit, ide pedig a biznisz dolgokat. Nekem a múltkor, én a múltkor kaptam egy e-mailt, hogy szeretnék ajánlani nekem a Bioshock 2-t, mert nagyon jó játék. Ezen nevettem amúgy, igen, igen. Meghívtak minket születésnapi partira, meg mit tudom én, úgyhogy srácok, léci, ne. Tehát, hogy nem fogunk válaszolni, és nem, direkt nem is fogunk válaszolni. Akármilyen kérés érkezik, a business e-mail címünkre nem válaszolunk ilyen jellegű kérdésekben. Igen, így van. The Vortex, akkor az infósat nem olvassátok, értjük mi. Így van! Egyébként az infós, de amúgy arra is rá szoktam nézni, nem azt mondom, hogy naponta, de rá szoktam nézni én például. De ne jól mondja Vortex, tehát ugye arra lehet, hogy nem kapok notification-t, bazeg. Igen. Ez igen. Van. Na mindegy, de az tetszett egyébként, hogy még élettem leköpve, hogy... Igen, az aranyos. Hogyha csak ezt az egy e-mailt adom meg, akkor hogy és képzelem? Nem fogunk diákigazgató választásos videókat csinálni. Én mai napig ezzel, nem tudom, hogy mi. De azt vágod, hogy ez már 9 éve ezzel szopatnak minket. Tudom. Állandóan. Mondjátok már be. De azért csinálják, mert azért kapunk mindig a 11B osztálytól, hogy Magdika lesz a diák igazgató, és szavazzatok ránk, videót csináljunk. Azért csináljunk, mert valaki megcsinálja.
Amúgy valaki megcsinálja. Én Insta sztoriba kurva sokan csinálják. Igen? Jó, én nem találkoztam ilyennel soha. De igen. Akkor lehet, hogy valaki tényleg bevállalja. Igen. Továbbra is nagyon kedves dolog az, egyébként a business e-mail címre, ami érkezik, tehát kifejezetten business, ez nagyon fontos, hogy ma éppen Debrecenben vannak, és ha lenne egy 5 percünk készfogásra. Meg hogy így bejöttnének hozzánk. Igen, minden vágyunk egy stúdiótúr. És így jövök, hogy amúgy az emberek, miért és most nem azért minden tisztelet, meg köszi, nagyon aranyosak vagytok tényleg, de hogy mennyire gondoltuk minket ilyen izé... Tehát, nem értem. Hogy komolyan, tényleg értem. Mindenki azt hiszi, hogy mi semmit nem csinálunk az életben. Igen. Na, Istenem. Na mindegy, úgy ilyenek vannak. És amikor délután időpontot adnak meg, hogy így délután ráérnének, hogy talán fussunk már össze, és ők amúgy nem látják, hogy amúgy minden nap van stream. Tehát nem értem. Mindegy, furcsa dolgok vannak. A lényeg az, hogy láttuk ezeket az e-maileket, azért akartam szólni ezek kapcsolatban, tényleg nem bunkóságból, de nem fogunk válaszolni ezekre az e-mailekre. Na, amúgy eddig sem válaszoltunk, de ezután sem fogunk. Igen. Ja. Igen, igazad lehetne szállni, hogy ebben. De amúgy vicces lenne egyébként ilyen nyílt napot csinálni, tehát, hogy így mit tudom én, megy délutáni stream, és valaki benéz a stream, hogy és tudod, tárnálok az ajtóban, hogy kamerával. És TikTok live-on menne, ott streamel Pisti. Azt nézzek. Kurva szállt, mióta nincsen TikTokom, a feleségemet kell megkérni, mutassam meg az új hambis videót. Hát hogy milyen lett. Igen, igen. De amúgy ezért eléred böngészőből. Meg tudod nézni. Hát igen, most keressek rá. Hát most egy link az egész. Micsoda? Na jó. Igen. Mindegy is. Ez van. Köszönjük majd jövök délután. Hogy itt voltatok, így van, Pisti érkezik délután. Na, szevasztok. Szép napot, szevasztok.